Sziasztok, Zalán vagyok, köszöntelek a csatornán. A mai videón draftolni fogunk, de nem akárhogy, a dobókocka segítségével. Ez a gyakorlatban úgy fog működni, hogy dobok egyet a dobókockával, ez egy hármas. Az adott csomagból a harmadik játékos kell kiválasztani. Ő lesz a csapatunk tagja, így fog felépülni a draftunk. Ez az első ilyen videónk, úgyhogy remélem tetszeni fog neked is, mivel nem próbálkoztam még előtte sose drafttal, úgy éreztem, hogy most ennek eljött az ideje, és dobjunk fel valami újítást a csatornán, próbáljuk ki a draftot. 10 csomagunk van, és 10 dobás lesz, mivel 11 játékosra van szükségük, ezért egy kártyát szabadon választhatok, vagy akkor nem is húzom tovább a szót, hozzuk össze életem első draftját, a csomagokat félreteszem, és akkor nézzük, hogy lesz az első dobásunk. Ez egy 4-es. Ebből a csomagban a negyedik játékost kell kiválasztani. Az lesz a Bianchi. Ha nézzük. Kódkártya. Lewandowski. Hat-trick Hero. Keltare. Rosajko. És egy Jan Oblak, egy kapus lesz. Egy kapusunk már van, az elég jó. Ide rakom a kapust. Nem tudom, hogy látszik. Lerakom a kapust, Griffiths, és egy Wan-Bissaka végére, ez a Lewandowski jobb lett volna, de akkor az első játékosunk megvan, aki a védelmünket erősíti, egy ilyen Oblak, nézzük a második dobást, ez egy 2-es, akkor ebből a csomagból a második játékos kell kiválasztani, nézzük ki lesz, kódkártya, Sakai, és egy Rising Star Tete, a második játékosunk. Ő egy középpályás, Morata, Axel Witsel, Towin, és egy Süncű. Ebből a csomagból Witsel jobb lett volna, az előző csomagból pedig Lewandowski. Nézzük a következő dobást. Ez egy 6-os. Hát az utolsó játékos kell kiválasztani. Ugye meg is nézzük. Egy Liverpoolos. Nézzük is meg. Egy Mané. Mandanda. Egy Benficás. Vigel. Pesbian. Nézzük. Greenwood. És nézzük, ki lesz a csapatunk tagja. Warmer, Man of the Match, ez már jó, egy középpályás. Nézzük tovább, hogy még szükségünk van csatára és védőre. Nézzük, kódkártya. Ez 100 klábos, őt fogom kiválasztani. 100 klábos Marquinhos. Egy Gabriel Jesus. Koke, Carvajal, Herman, és egy logó, ezt nem tudom hova kell rakni, bárhova helyezhetjük szerintem, legyen egy csatár, és ugye a 100 klubot azt kiválaszthatjuk, egyelőre lefélre rakom, nézzük a következő csomagot, ezt dobunk, ez egy 6-os, egy Liverpoolos. Nézzük az utolsó kártyánkat gyors. Egy Man of the Match. Ayer. Ő védő. Nézzük tovább. Egy James. Davis. Lokman. És egy Bán. Ő kapus. Eddig 5 csomagot bontottunk, még maradt 5. Szükségünk van még csatára, meg védőkre. Akkor nézzük, a második játékost kell majd kiválasztani. Egy Chathuri. Tavernier. Ő lesz a játékosunk, aki egy védő. Nézzük tovább, egy logó. Atlético de Madridos. Koke, Club Hero. Liverpoolos, Jones, és egy Real Madridos, Vinicius Junior, Man of the Match.
akkor nézzük a következő dobásunkat. Ez egy 6-os. Ilyen sűrűn dobunk 6-osokat. Ezek a dobókocka hitásoknál ritkában jön ez össze. Zsirud, egy logó, egy benfikás játékos, Vácó Dimosz, egy barszás, kaládó, ezt a kódkártyát kiveszem. Nézzük. Vanaken. A játékosunk egy Ali, aki középpályás. Középpálya már egész jól áll. Nagy csatárunk még nincs, itt a 100 klubos. Végül is az elég jó. Dobjunk egyet. Ez egy 6-os. Sok 6-os dobunk. Chelsea is. Jorginho, Barrios, egy benfikás, Jotta, Bayern Münchenes, Perisic, McGregor, és a mi kártyánk lesz egy Manchester City is, Gabriel Jesus, ő csatár, és ugye a kódkártya. Még kell egy középpályás is, nézzük a következő dobást. Ez egy 4-es, a 4. játékos kell kiválasztani. Liverpoolos, Wijnaldum, Bolingoli, egy Lipcsés, Nukuku, és mi kártyánk lesz? Real Madrid, Casemiro. Ide rakom, Barszás, Ansu Fati és egy Axel Witsel. Jobb lett volna, de a kocka így akarta. Nézzük az utolsó csomagot, még egy védő kellene. Akkor nézzük, ez egy 5-ös, tehát az utolsó előtti játékos kell kiválasztani. Nézzük, kódkártyát azt kiveszem, Manchester United-os, Igalo. Egy Jánszki, Paris Saint-Germain-es, Icardi, és mi kártyánk egy Real Madrid-os, Toni Kroos, aki középpályás. Bocsánat, ez az 5. Paris Saint-Germain-es, Neymar! Na, ő jó, gyerekom csatárnak és egy Ederson kapus. Ez van a dobókockás draftunk, így néz ki a csapatunk. Leállásunk 4-4-2-es lett, csatársorunk egész durva, hiszen itt egy 100 klubból. Marquinhos, star player, Neymar, középpályánk is jó, hiszen van egy man of the match, Wormer, akinek jók a pontszámai, és van egy teténk is, a védő felállás ez nem a legjobb, de a kapusunk az elég durva, hiszen ablak ott van. Ennyit volna életem első dobókockás draftos videója. Remélem tetszett. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot és jövök a folytatással. Iratkozz fel a csatornára, ha nem vagy. Köszönjük, hogy itt voltál. Sziasztok!